Sziasztok srácok, én Marci vagyok, és üdvözlök titeket a legújabb videómban. És ez az egyik a csatornán szereplő szerintem eddigi legérdekesebb videó lesz, ugyanis kicsit a patronos tartalmat és a YouTube-os tartalmat összekovácsolva fogok egy olyan dolgot csinálni, amit eddig nem csináltam a csatornán, és ez pedig a szponzorált videó. Ne jegyetek meg, elmondom mindjárt a teljes sztorit, mert úgy gondolom, hogy így korrekt. Az a lényeg, hogy ezt a Block Ape Scissors nevű projektet hoztam nektek, amiről már biztos, hogy hallottatok, és azt hiszem egyszer valahol kérdezte is tőlem valaki, talán kommentben, vagy Patronon, vagy YouTube-on ezt a projektet, és most úgy gondolom, hogy tudok erről egy összefogóbb képet mondani, és elmondom, hogy miért van az, hogy elvállaltam gyakorlatilag ezt az együttműködést. Korábbi videóban, vagy Patronon, nem tudom, említettem, hogy nem véletlenül nem fogadok el semmilyen együttműködést, és nem is szeretnék együtt dolgozni senkivel. Egyszerűen úgy gondoltam, hogy nem szorulok rá arra, hogy pár száz dollárokért hirdessek valamit, ami csak azért hirdetek, mert pénzt adnak. Nekem abszolút nem ez a célom, én tényleg szeretném átadni nektek a tudást a kriptóról, amit birtoklok, illetve tényleg olyan coinokat szeretnék nektek mondani, amiből tényleg tudtok profitálni. Tehát én nem fogok minden videóban 30 új coint mondani nektek, nagyon sokan csinálják ezt a YouTube-on, éppen látnak valamit egyből, következő 20x coin. Nem, nagyon láthatjátok, hogy én igazából április vagy március óta, mióta videózom, igazából ugyanazokat a coinokat mondom nagyon sokszor, évekszet kihangsúlyoztam rengetegszer a Crypto.com-os kártya használatát, stb. És ezek mind-mind beértek mostanra. Eltelt egy fél év, és minden szépen megindult, és azt gondolom, hogy ez a projekt is hasonló lesz. Tulajdonképpen a sztori annyi, hogy megkerestek engem, és ajánlottak egy összeget, amire így alapvetően nem csak az összeg miatt, nem csak a projekt miensége miatt, alapvetően az, hogy együttműködés, azt mondtam, hogy nem. Rendben, akkor olyan sajnálom, de hogy nem tudunk így együttműködni, és elköszöntünk egymástól. Aztán elkezdtem nézegetni ezt a projektet, és nagyon-nagyon megtetszett. Tényleg nagyon pozitív dolgokat láttam ezzel kapcsolatban, és gyakorlatilag ez egy olyan coin, amit simán kiírnék Patreonra, hogy a következő nagy lehetőség. Úgyhogy kicsit megbántam, hogy így lehet, el kellett volna fogadni, mert most ha amúgy is kiírom a projektet, akkor igazából már plusz pénzt kaphattam volna, érte, de hogy meg igazából most azért elvállalni valamit. Szóval értitek a lényeget, ezeknek a szponzorált videóknak mindig van egy ilyen Tehát, hogyha így meglátom, hogy egy videó szponzorált egy ilyen kriptos, akkor így Viszont megkerestek engem egy-két héttel később, hogy rendben, akkor nyomjuk azért az összegére, amit én mondtam. Mi nekem nagyon érdekes volt, mert látszik, hogy tényleg komolyan gondolják. Tehát nem azt akarják, hogy kiszórnak ilyen kis fika pénzeket influencereknek, kisebb influencereknek, mint mondjuk én, és akkor felpumpáljuk, aztán vége. Rengeteg infót küldtek e-mailben, amit el tudok nektek mondani, és tényleg azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó projekt lesz, úgyhogy természetesen saját pénzmet is bele fogom nyomni, és én is fogok belőle vásárolni, mert egyértelműen azt gondolom, hogy hosszú távon lehet profitálni, főleg most a nagy gaming, metaverzum hype alatt. Úgyhogy vágjunk bele, nézzük meg Block Ape Scissors. A coinnak a kódja ugye a BAS, BAS. Jelenleg 71 millió dollár a market cap-je, ami igazából nem sok. Amit tudni kell, hogy a fully diluted market cap, ugye amit az előző videóban említettem, az a nagyjából a duplája. Tehát igen, tulajdonképpen az 50%-a az még nincsen a piacon a coinoknak. Egyből rákérdeztem, hogy ezek hogy vannak elosztva, le vannak kötve mindenhol, a team kapott például 15%-ot, amit 5 évre lekötöttek, ami nagyon érdekes, mert ha 5 évre lekötik, akkor tényleg látszódik, hogy hosszú távon gondolkodnak, mivel nyilván nekik az az érdekük, hogy mire feloldódik az ő 15%-uk, addigra jó sokba kerüljön egy ilyen coin, tényleg befutott legyen a projekt. Most ahogy látom, itt a 24 órás volume az mindössze 1 millió dollár, úgyhogy elég pici a volume. Volt egy nagy price surge, ugye így hívják, egy hatalmas emelkedés, stagnálgatott ilyen 10-20 cent, hát ilyen igazából ilyen 7 és 12 cent között a coin gyakorlatilag 2 hónapig, majd elkezdett megindulni és brutálisan kilőtt. Most jelenleg stagnál egy ideje és elég alacsonyan van, úgyhogy szerintem ez egy tökéletes alkalom a befektetésre. Valószínűleg innen nagy visszazuhanás már nem lesz, mert így sem magas a market cap-je a coinnak, és nagyon-nagyon érdekes híreket tudok mondani ezzel kapcsolatban.
tulajdonképpen az IBM-mel vannak kapcsolatban, egy partnerséget kötöttek az IBM-mel, aki nem ismeri, az nagyon gyorsan nézett utána, hogy mi ez az IBM. Tulajdonképpen azt írták nekem, hogy az IBM, hogy nagyon rá fognak menni erre a metaverzum dolgokra. Én azt gondolom, hogy a metaverse hype most egy picit így leült. Most szépen azok a coinok, amik igazából ilyen gyors pump and dumpok voltak, azok el fognak tűnni. És a tényleges jó projektek, mint Mana Sand, ugye a kettő nagy úttörő, Axie Infinity, ezek húzták úgymond a piacnak ezt a részét. Ezek meg fognak maradni, és a kis coinok közül, mint például ez a Bash, csak azok fognak megmaradni, amikkel tényleg dolgoznak, amik komoly projektek, amiknek komoly partnerségeik vannak, és ez egy ilyen projekt, úgyhogy mindenképpen azt ajánlom, hogy nézzétek meg. Azt hittek, hogy a Chainlink, a TrustSwap és a Bloomberg panelen is részt fognak venni az IBM által, ami a legbullisabb dolog, ugye mindenki tudja, hogy a Binance, aminek egyébként ott van a linkje a leírásban, nyugodtan nézzétek meg, ott tudtak regisztrálni. A Binance az egyik legnagyobb platform, legalábbis itt Európában, amit mindenki használ, de szerintem egyébként világszinten is a Binance az egyik legismertebb platform és leghasználtabb platform. És van egy ilyen Binance Inkubátor program, ahol gyakorlatilag ilyen újabb projekteket választanak ki, és 9 csapat jutott be a több mint 1000 jelentkező közül, ami basszus, gondoljatok már bele, hogy milyen 1000 valahányan jelentkeznek, és ez a projekt bejutott a 9 közé, és ez az egyetlen ilyen igazi metaverzum projekt ezek közül. Van más, ami gaming, de alapvetően a metaverzumok közül ez az igazi metaverzum projekt. Én azért merek spekulálni arra, hogy ez egy Binance listázást is fog jelenteni. Nem biztos, hogy a közeljövőben, tehát ezeket azért... Tudom, most nagyon mindenki felsponolta magát, hogy IBM, üző, tényleg nagyon jó a coin, ez tény. Attól függetlenül meg kell jegyezzem, hogy nem biztos, hogy a következő 3 hónapban a Binance listázni fogja ezt a coint. Viszont azt gondolom, hogy ha hosszú távon tervezünk, és már pedig a kriptóban úgy kell tervezni, akkor hosszú távon szerintem lehet arra számítani, hogy a Binance az listázni fogja a Bash tokent. És ez nyilván azt jelenti, hogy rengeteg millió ember, akinek csak Binance van, mert csak ott kereskednek, nekik elérhető lesz, és fognak venni a coinból, és nyilván ez addigra már magas áron lesz, és ez még jobban fel fogja lőni az árat, úgyhogy egyértelműen szerintem ez egy jó befektetés. Elvileg egyébként a team tárgyal egy top 10-es exchange-el, akik valószínűleg listázni fogják őket, és az a durva, hogy nem is a projekt kereste meg ezt az exchange-ot, hanem az exchange kereste meg magát a teamet, hogy listázhatnák-e ők a tokenjüket a saját platformjukon, ami nyilván megint sok-sok, akár 10, 100 ezer vagy millió embernek juttatja el a lehetőséget, hogy vásároljatok ilyen tokeneket. Tudjuk, hogy NFT szinten is óriási hype volt, most kicsit az is leült, ami számomra annyit jelent, hogy szerintem jelenleg jó ötlet NFT-ket vásárolni, mert azok az NFT-szettek, amik most jelenleg stagnálnak, de egy fix áron, tehát nem bezuhantak a béka segge alá, hanem tartanak egy árat, azok valószínűleg a következő NFT hype-nál ki fognak lőni. A Bashnak és a Block Ape Scissorsnak is van egy NFT-szettje, a 10 000 darabot mindössze 12 óra alatt vitték el, úgyhogy jelenleg azért nincsen ekkora NFT hype időszak. Szerintem ez is nagyon érdekes. A játékukban, tehát ugye a metaverzumban lesz jelentősége, hogy milyen attribútumú, tehát milyen, hogy szoktam én ezt hívni, milyen traiteket választatok az NFT vásárlásnál, ugyanis esetleg majd itt azt a példát írták nekem az e-mailben, hogy lesznek olyan hetek, amikor azok a majmok, ugye ilyen majom NFT-k vannak, azok a majmok, amik mondjuk sebb helyen rendelkeznek, azok nagyobb százalékban tudnak majd ilyen Bash tokeneket keresni a játékon belül. Ugye ez egy play to earn játék, gyakorlatilag játszod a játékot, és passzív jövedelemként te ilyen tokeneket kaphatsz, amit nyilván utána pénz formájában, tehát át tudod igazi pénzé forgatni, ami szerintem tök érdekes, hogy gyakorlatilag egy ilyen kőpapírolló játékból igazi pénzt tudsz keresni. És ez a kripto szépsége, és nagyon tetszik, ahogy így össze van szedve minden. Tehát, hogy úgy szépen összeszedték nekem e-mailben, hogy mik a fontosabb dolgok, hogy erről tudjak beszélni nektek, mert azt gondolom, hogy
ez a szponzorált videó kicsit más lesz szerintem, mint amiket megszokhatatok. Mindig olyan nagyon nagy ódákat zengenek mindenről, meg elmondják, hogy fú, az NFT-k milyen jól néznek ki. Természetesen mindenki befektetni van itt, mindenki azért van itt, hogy pénzt keressem. És azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez a projekt jó. Alacsony a market cap-je, a fully diluted market cap-je egyáltalán nem magas a market cap-hez képest, a circulating supply-hoz képest, szóval gyakorlatilag, ha új tokenek kerülnek a piacra, sem feltétlen lesz akkora áresés. Gondolnak a play to earn részére, gondolnak a partnership részére, gondolnak az NFT részére. Alapvetően nagyon-nagyon tetszik a projekt. Nem az Ethereum-on fut, hanem a Binance Smart Chain-en. Ezáltal a tranzakciók sokkal olcsóbbak. Ezt PancakeSwap-on tudjátok egyébként megvásárolni, mint már annyi coint, amit mondtam nektek. Most a patronosok azok nyilván örülnek, mert nekik már ezt nem kell beállítani. Azért a patronon elég sok olyan coint osztok meg, amit a Trust Wallet és a PancakeSwap segítségével tudtok vásárolni. Úgyhogy azt gondolom, hogy én hosszú távon fogom tartani ezt a coint. Elképzelhető simán, tehát simán látok abba a fantáziát, hogy a következő néhány hétben akár 3-4-szeresére ugrik, viszont nem biztos, hogy ott kivenném az összes pénzt, mondjuk az eredeti befektetésemet kivásárolnám, és a maradék gyakorlatilag ingyen pénzt, azt pedig hosszú távon tartanám. Azt hiszem december 13-án, igen, a december 13-ai héten lesz elérhető a bétája ennek a játéknak gyakorlatilag, ami azért lesz érdekes, hogy másfél millió darab ilyen bas tokent lehet majd szerezni, ami gyakorlatilag passzív jövedelem. Nyilván amíg olcsó a token és úgy szerzed meg ezeket a rewardokat, addig tök jót lehet vele keresni, mert hogyha felmegy az ára, akkor nyilván azzal profitálsz. Úgyhogy ezt is szerintem érdemes megnézni. Nyilván most ide vágok be nektek képeket, mindenféle dolgokat, és eldönthetitek, hogy nektek tetszik ez a projekt. Én azt gondolom, hogy jelenleg nagyon túltelített a kriptopiac. Ha pont ma néztem, hogy CoinMarketCap-en a bal felső sarokban meg lehet nézni, hogy hány darab kriptó van listázva, és azt hiszem, amikor márciusban elkezdtem a videózást, ilyen 8-9 ezer darab volt, és most jelenleg 15.166 coin van itt a CoinMarketCap-en, tehát egyértelműen sorra dobálják ki a projekteket. Tök mindegy, hogy lehúzás vagy jó projektnek szánt, de egyébként nem jó projekt. Ezekben nem gondolom, hogy megéri befektetni. Ezeket a úgymond ilyen gemeket kell kiszedni a sok közül, a nagy rakásból, és ezekbe kell befektetni, és én mindig is ezt próbáltam nektek átadni. Úgyhogy itt az oka igazából, hogy miért vállaltam el ezt a szponzorált videót. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek, remélem, hogy tetszik a maga a játéknak a kinézete, vagyis hát inkább úgy mondom, a projektnek a kinézete, az NFT-k, a logó, az összeállítás, tetszik remélem a partnerség, az, hogy a Binance Incubator programban benne vannak, valamint az, hogy én ez nem tudom, én spekulálok erre. Én azt gondolom, hogy ez Binance listázást fog jelenteni, hogyha minden szépen úgy alakul a projektnél. Gyakorlatilag ez nektek most azért jó videó, mert amikor én Patreonon megosztom a hasonló kis coinokat, akkor pontosan egy ilyen összegzést rakok össze én a saját fejemben. Azért gondolom, hogy ez jó, mert ezek alapján, a dolgok alapján, amit elmondtam, ez a projekt szerintem hosszú távon hasznos lesz, és hozzáfogadni a kriptovilághoz. És általában, amikor coinokat nézek, én egy ilyet rakok össze a fejemben, úgyhogy most nagyjából ezzel a videóval azt is láttátok, hogy mi alapján gondolkozok, hogy mibe fektetek. Remélem, hogy tetszett ez a videó, srácok, találkozunk legközelebb, ne felejtsetek el feliratkozni, és a Patreon link ott van a leírásban, ahol támogattok, cserébe én jó infókat szolgáltatok nektek. És azt gondolom, hogy erről a projektről is fogtok még ott látni információt. Lehet, hogy itt a YouTube-on is, de szerintem a Patreonon biztos. Úgyhogy srácok, mindenképpen lessétek meg. És ott vannak a linkek, az összes minden link a projekthez, a Blockape Scissorshoz. Fussatok át rajtuk, nézegessétek őket. És tudjátok, ez nem szakmai, pénzügyi vagy gazdasági tanácsadás, én elmondom, hogy ebbe fektetek, és pontosan ezért vállaltam el ezt a videót. Találkozunk legközelebb, sziasztok!